Gergő, ez mi? Mi az, ami mellett áll? Ez egy jó kérdés, ez hivatalosan egy kétéltű busz. Nem is csak úszóbusznak hívjuk, mert azért kicsit közel van a buszhoz külsőjében, de hát mindenképpen a különlegessége az, hogy a vízen is úszik. Első ránézésre azt látom, legfontosabb különbségnek itt mondjuk egy úti járművel szemben, hogy le van csapva a busznak az ereje, tehát ilyen vicces külsőt. Ez azért van, mert ha jó is azért... Így van, ez azért van, mert ez tulajdonképpen két részletből van összetéve. Az alja az egy hajótest tulajdonképpen, és a hajótásra van ráépítve egy busz felső rész. Honnan jött ez az ötlet, hogy ti Budapesten bevessetek egy ilyen kétértű járművet? Hát az ötlet az tulajdonképpen az én kedves apukám fejéből származik, ez egy jó 10 éves gondolata. Budapest az abszolút egy olyan város, ami a város szívében is nagyon sok lehetőség van. Így van, viszont a Duna is egy olyan adottság, hogy gyakorlatilag a budai oldal is nagyon sok pesti látványosság is onnan látható. Tehát tényleg egy adottság volt. Hát ez a 10 éves gondolata érett meg most tavaly szeptemberre, amikor elindítottuk ezt a szolgáltatást. 10 évet ellett, az kitalálta és létrejött a dolog? Hát az első gondolattól számítva igen. Tehát a effektív a megvalósítás az 3 év volt. Tehát amíg a busz legyártása, engedélyeztetése, parkolóhely, Dunába való bemenet előkészítése, tehát ez volt 3 év. Honnan az ötlet, mondjuk látott már ilyet, vagy pedig ő ezt kitalálta, hogy ezt átalakítja? Hát ki is találta, meg ő már látott ilyet, ő először Ottawába, Kanadába látta, de hát legközelebb hozzánk Londonban is működik hasonló jármű, tehát nem ugyanez, de hasonló. Te is erre hogy lehet jegyet venni, hogy lehet följutni rá? Hát ilyet venni nagyon egyszerűen lehet, van egy honlapunk, www.riverride.com, ott lehet közvetlenül megvenni, illetve hát itt a Roosevelt téren a buszindulásra előtt is erre van lehetőség. Gyakorlatilag bárkinek elérhető, magyaroknak, külföldieknek egyaránt. Csoportok is szoktak jönni, tehát már ilyenre is volt példa, hogy kibérelték az egész buszt. De igazából tényleg ezt a különleges élményt mindenkinek csak ajánlani tudom, mert valóban a vízbe való csobbanás az egy egyedi dolog, amit nektek is mindenképpen csak javasolni tudok. Hát mindenképpen ezt nem fogjuk kihagyni. Na jó, akkor én felszállok. Ciao. Majd zavarjalak már téged egy picit itt vezetés közben. Először is, te most mit vezet? Buszt vagy hajót? Vagy egyszerre mind a kettő. Vagy egyszerre mind a kettő. Mesélj nekem, egy... műszaki paraméterei légy szíves. Kérlek szépen, ez egy hajótestre épült busz. Tehát teljesen a kintről nézed, van egy vonal, addig egy vonalig hajó, fölötte meg busz, ez a jármű. Az alja teljesen ugye megfelel a hajózási szabályzatnak, kialakítva, hogy úszóképes legyen, vízálló rekeszekből áll. Hajómotor van benne? Hajómotor nincsen benne, mert a hajóban is normális motorok vannak, csak ugye az úgy van megalakítva, hogy a hajót hajtsa előre. Tehát ebben is egy motor van, ami a közúton is hajtja, és a vízen is hajtja. Azt hajtja magát a csiga csavart? Igen, azt egy kapcsolóval átkapcsolom, és akkor lejön a kerekekről a hajtás. Mutasd meg, melyik az a kapcsoló? Az a kapcsoló az itt van mellettem bent. Itt ezen az oldalon található az egész hajtásnak, a vízen való haladásnak a kormányzása, a bekapcsolása és a kezelőszervei. Hát, akkor, amikor ugye a vízen vagyunk, kiveszem sebességből, tehát ugye a sebességváltómű nem kap hajtást, csak a vízsugárhajtómű, mert nekünk nem hajócsavarunk van, meg hajókormányunk, hanem egy vízsugárhajtómű van, amit úgy kell elképzelni, mintha egy szivattyú lenne, amit irányítani is tudok, hogy merre nyomja kifele ezt a vizet, amit kinyom magából. Azt nem mondd nekem, amikor először ráhajtottál Dunára, az nem volt egy különleges élmény. Hát természetesen az volt, mert ugye azért az embernek nem egy megszokott dolog, hogy egy közúti járművel, amit kormánya kormányoz, és a kressz szabályot betartva hajt vele, elindul a víz fele, és az a jármű úszni fog a vízen. Mondjuk ide nagyon jól lecsajozni. Megismerkedsz valakivel, és azt mondta, hogy figyelj, viszlek egy kört, és bemegyünk a Dunába mondjuk. Ez nem egy rossz randi. Hát igen, igen, majd egyszer kipróbálom talán. Szóval elindultok a Roosevelt térről, és akkor merre mentek? A Roosevelt térről kimenjünk a Kossuth térre. Kossuth térnél megnézzük a parlamentnek a hátoldalát. Ott az Alkotmány utcán kimegyünk a Bajcsy-Zsilinszky útra. Ott a Bajcsy-Zsilinszky úton ugye végigmegyünk. Szent István bazilikát, utána Deák teret elhagyva bekanyarodunk a zsinagógához, ott az Asztóriát megkerüljük, visszamegyünk az Andrássy útra, Andrássy úton megkerüljük a Hősök terét, és utána itt a Dózsa-György úton, Dráva utcán lejövünk a Dunához, és itt belehajtunk a vízbe. Mit tapasztalsz, milyen élményekben van része az utasoknak? Sikítoznak, amikor a hajó a vízre ér?
Nem, sikítozás annyira nem nagyon szokott lenni. Inkább felhördülnek. Meglepettség majd az öröm, hogy ez mégis úszik, és túléltük, és végül is nem lett senkinek semmi baja. Most mondja el a turistáknak, hogy hol találják a mentőmellényeket és minden egyebet akkor, ha esetleg valami probléma lenne velünk a vízen. Reméljük nem lesz. Vízre szálltunk tehát a csodabusszal, ami most átkapcsolt hajóhajtóműre, és attól függen egyébként, hogy milyen erős a sodrás, teszünk egy kört. Úgy tudom, most a parlamentig fog nagyjából elmenni, mert most viszonylag erős a sodrás. Igen. Akkor most már hajóhajtómű megy. Így igaz. Milyen speciális intézkedéseket kell ilyenkor megtenni? Hát kérdezik még, hogy teljesen átváltozik a busz hajóvá. Igen. Be kell kapcsolnom két darab rádiót. Mert az kötelező hallgatni bizonyos frekvenciákat. Te reggel hallok, akkor hallgatsz vízállás jelentést, és, hát, és dugó jelentést is gondolom. Ha nem szüntették volna ezt már teljesen meg majd a rádiókban. De megnézi az ember a vízállás jelentést. Ádám, és neked legyen. Akkor jogosítványod is van, meg vízi jártassági? Mi kell a hajóhoz? Hajóhoz? Hát ehhez a hajóhoz kérlek szépen egy A-kategóriás hajóvezetői engedély kell, mert ez már nagy hajónak minősül. Uha. Nem a méret alapján, hanem az utasbefogadó képessége alapján, mert kétféleképpen osztályozzák ugye a hajókat. Ezt megszerezni kicsit nehezebb, mint a jogosítványt, mert ehhez azért elég sokat kell hajózni, hogy az ember egy hajóvezetői engedélyt megszerezhessen. És egyébként ezelőtt mit vezettél? Én ezelőtt a szállodahajókat, amik itt az Erzsébet híd lábánál szoktak állni, ezek a nagy szállodahajók, azokon voltam harmad kapitány. És volt kollégák, nem csodálkoznak, most már egy buszról integetsz nekik a vízről. Hát, még nem nagyon találkoztunk, mert tényleg nem nagyon járnak ide a szállodahajók. A többi hajós nem irigyel? Nem mondják, hogy milyen jól lehet busszal menni? Hát, nagyon nem kommunikálunk, de... Egy picit biztosan. Irigység mindig mindenkiben van sajnos. Előbb az egyik kollégád idejött hozzád, és a füledbe súgta, hogy az egy utasnak át kéne ülni egyik oldalról a másik oldalra. Ez miért történt? Igen, konkrétan én kértem meg, hogy ültessen át egy utast a hajónak a bal oldalára, a jobb oldalára, mert ugye ez egy elég kis vízi jármű, és itt nagyon befolyásolja a terhelés, hogy merre fele dől a hajó, és ugye én érzem elől, hogy merre kéne dőlni az irányíthatóság kedvéért az egész busznak, és ugye mindig meg kellene próbálni beállítani vízszintesbe ezt, és ezért kellett átülni egy embernek, mert itt azért 100 kilók is elég sokat számítanak. És akkor ezen a hajón rendesen van matróz mindig? Igen, mert a hajózási szabályzatban elő van írva, hogy ő, mint a keresztbe, hogy egy hajón itt nem csak vezető kell, hanem bizonyos posztokat be kell tölteni embereknek. És itt mindig kötelező ebbe a járatba egy hajóvezetőnek és egy matróznak lenni a fedélzetem. Van egy varázs, amikor nagy hullámok jönnek, és mondjuk nem a rovarokat kell letörölni az ablakra, hanem mondjuk egy kisebbi halakat, ilyen nem fordult meg előre? Nem, ilyet még nem láttunk. Milyen biztonsági előírásoknak kell megfelelni? Hát Magyarországon igen szigorú biztonsági előírások vannak a hajóra. Tehát, hogy úgy szükségszámnak megfelelő mentőmellény van a hajón, minőbél is alatt található egy mentőmellény. Alul a hajótest úgy van kialakítva, hogyha esetleges lékesedésnél is bizonyos rekeszeket tud csak elárasztani a víz. Tehát, ha kapnánk egy léket, nem süllyednénk el rögtön, hanem először megváltozik a stabilitása az egésznek. De azokból is szivatható a víz, tehát minden egyes ilyen vízmentes rekeszben van egy szivattyú, amivel lehet nekifele szivatni a vizet. És én itt mellettem a kontrollpontban kapok egy visszajelzést, hogy hol keletkezett a lég. Mindezek mellett van ugye mentőgyűrünk, és hát kéne az arra vészkijelölt borulás esetén, és hogy az utasokat ki lehessen biztonságosan menteni a hajóból. Említetted, hogy ezelőtt normál hajót vezettél. Összehasonlítva ezzel a busszal, mi a különbség? Meglepően jól viselkedik ez a busz is a vizen, tehát én először féltem, amikor ide jöttem dolgozni, hogy mi lesz ez, de meglepődve tapasztaltam, hogy szinte, mint egy hajó úgy viselkedik a vízen a busz. Igaz, mondjuk én ilyen kis hajókat nagyon nem vezettem, mert azok a hajók olyan 110 méter környékek voltak,
de tényleg tehát szinte egy kézzel elbeszél az ember, mint a példa is mutatja. Budapesti túránk ezzel véget ért, ez volt már a hazai turizmus, a viszontlátásra.